Hamisítatlan kiesési rangadót rendeztek vasárnap a Szusza Ferenc stadionban. A sereghajtó Újpest a 7. Kóka együttesét látta vendégül a 6. fordulóban. A vendégeknél több játékos is komoly sikerrel hangolt a mérkőzésre. Az U17-es válogatott ugyanis csoportelsőként jutott az EB elitkörbe, 5 kókaival a keretben. Életem legboldogabb pillanata volt, és nagyon örülök, hogy egy csapatként tudtunk küzdeni, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek a csapatnak a tagja lehettem. És egytől egyig mindenki küzdött a másikért. Az Újpest az előző fordulóban nagyon közel állt idei első bajnoki pontja megszerzéséhez a Diósgyőr elleni mérkőzésen. Bár végül 0 ponttal távoztak, a mutatott játék helyenként biztató volt. Szerintem ugyanazt a játékot kell mutatnunk, amit Diósgyőrben. Talán remélem több szerencsénk lesz, és akkor végben ezt a meccset el tudjuk hozni a 3 pontot. A vendégek kezdték veszélyesebben a találkozót. Az első 10 percben 2 nagy helyzete is akadt a Kókának, a 11. percben pedig egy szerencsés találattal a vezetést is megszerezték. Ez volt Vidovenyec Anna és egyben a Kóka első találata a bajnokságban. Azt szerettük volna, hogy mi birtokoljuk többet a labdát, azt gondolom az első fél időben sikerült, ott kijöttek azok a játékenek, amit gyakorlunk edzéseken, azt hiszem, hogy az úgy rendben volt. Bő negyed óra elteltével 2-re nőtt a vendégek előnye. Puszta és Árát ugratták ki remekül a társak, az utánpótlás válogatott játékos pedig nem hibázott, és megszerezte az első bajnoki találatát. Egy kicsit kapkodtunk már a vége felé, nem voltunk ott fejbe, elfáradtunk egy kicsit, tudunk mi ennél többet, meg jobbat is nyilván, de ez most így sikerült. A második félidő kevésbé hozott látványos játékot. Az Újpest nem tudott megújulni, ez pedig tökéletes volt a kókaiaknak. A Ferencváros utánpótlás csapatának számító együttes így megszerezte első győzelmét a szezonban. Az Újpest viszont továbbra is 0 ponttal áll az utolsó helyen. Az első fél időben szerintem az öltözőben maradtunk, kaptunk egy fél idő előnyt, rúgattunk egy gólt, meg kaptak egy szerencsés gólt végül is. Attól függetlenül első fél időben lefoglalkoztak minket, maradjunk egyébe, tehát nem érdemeltünk egy falat kenyeret sem.